kincsvadászat, színes családi programok, kiállítások. A Sóstói Múzeumfalu idén rendhagyó módon már márciusban megnyitotta kapuit. A skanzen a 4 napos hosszú hétvégén számos hagyományőrző programmal készült a nyitásra, ráadásul az időjárás is végig kegyes volt. A gasztronómia is a tradíciókat idézte. A Kossuth kifli és a pozsonyi kifli mellett a gazdagon díszített kenyérlángost is megízlelhették a látogatók, de a Pilvax kávéház szellemében a kávékóstolás sem maradt el. A múzeum célja, hogy a márciusi nyitással hagyományt teremtsen. A múzeumfalu életében még nem volt március 15-ei ünnepség tartva, ráadásul 4 napon keresztül erre fókuszálva, hamarabb nyílt meg a múzeumfalu a szokásosnál, hála Istennek az időjárás is kedvezelnek a nyitásnak, és természetesen a jövőben is arra fogunk koncentrálni, hogy nemzeti ünnepünket ide a Tiszántúra is elhozzuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. Huszárok is felvonultak a rendezvény sorozaton. A 2017-ben alakult Kisvárdai Huszárbandérium Egyesület célja a katonai lovas hagyományok ápolása. A viseletek és a fegyverzet mellett a korabeli lovas mozgásokat is bemutatták a látogatóknak. Lovas nemzet vagyunk, úgyhogy ezáltal egy hatalmas kulturális örökségnek vagyunk a továbbadói, továbbvivői. Mi megpróbálunk ennek technikailag is és tudásba is megfelelni. Hát ugye az ismereteinket, azokat folyamatosan tudjuk bővíteni. Hála a Teremtőnek, nagyon sok forrás áll rendelkezésre, nem csak a 48-as szabadságharcról és annak a lovas hagyományairól és eseményeiről, hanem az összes történelmi korszakot már szépen föl lehet göngyölíteni. Nagyon jó történész leírások vannak, amiket mi is előszeretettel szoktunk kiindulásnak és alapnak használni. Felszereléseinket is igyekszünk folyamatosan bővíteni, ugye az adott történelmi korszaknak megfelelően. Ugye mi azt a hitet valljuk, hogy addig nem jelenünk meg, amíg nem tudunk hitelesen megjelenni. A nyitó rendezvény sikerét mutatja, hogy a 4 nap alatt több mint 7000 látogatót regisztráltak a Sóstói Múzeumfaluban.